Nagy szeretettel köszöntöm a Pax Televízió nézőit. November 1-én, pénteken már csak 60 nap van az évből, de inkább úgy fogalmaznék, hogy még 60 nap van az évből. Nem tudom, hogy milyen nagy tervekkel, elképzelésekkel, elhatározásokkal kezdted meg ezt az új esztendőt, a 2024-es évet, de szeretnélek biztatni, hogy még két hónap van az évből érdemes elővenni ezeket a nagy vágyakat, álmokat leporolni és még megvalósíthatóak. Ne mondj le róluk, ne add fel. Most értünk a célegyenesbe, a maratoni futás mezőnye most érkezett be a stadionba, még meg lehet nyerni ezt a versenyt, úgyhogy kitartás. Na de hogyha november 1 az eszünkbe jut, akkor nem erre gondolunk elsőként, hanem arra, hogy november 1-én a halottak napja van. Nagyon sokan ilyenkor megemlékeznek az elhunyt szeretteikről, kimennek a temetőbe, ápolják a sírokat. Ez a november 1-e halottak napi megemlékezés egy pogány gyökerű szokás, egy pogány gyökerű ünnep. Ezen a napon a kelta kultúrában azt ünnepelték, ha lehet ezt a szót használni rá, hogy beköszöntött a hideg, a tél, a sötétség, és az volt a nép hiedelem, hogy ezen a sötét éjszakán az elmúlt évben elhunyt embereknek a lelkei átvándorolnak a halottaknak a birodalmába. És ezek a vándorló lelkek ilyenkor bizony kár tehetnek a még élőkben, és ezért a még élők mindenféle finomságokat készítettek ki a vándorló lelkeknek, hogy nehogy ő bennük kárt tegyenek. Valójában egyébként a katolikus ünnepkörben november 2 a halottak napja, és november 1-én a megdicsőült egyházat ünneplik, és ennek a megdicsőült egyháznak a tagja mindenki, aki hisz Jézus Krisztusban, aki újjászületett, aki beleszületett Istennek a családjába Jézus Krisztus által. És ha már halottak napja, akkor szeretnék egy tényt megerősíteni, hogy Isten viszont az élőknek az Istene, és ha azokról elmélkedsz, merengsz, akik már átköltöztek az örökkévalóhoz, akkor érdemes azon gondolkodni, hogy miért vagy hálás, amikor ő rájuk gondolsz, mit tanultál tőlük, milyen örökséget hagytak rád. És föltetted azt a kérdést is, hogy tőled mit lehet tanulni, és te majd milyen lelki-szellemi örökséget fogsz itt hagyni. A hét során a példabeszédek könyvét tanulmányoztuk, és mivel ma elsője van, ezért ma is szeretnénk az első példabeszédből felolvasni egy rövid idézetet, egy olyan embertől, aki hihetetlen nagy szellemi örökséget hagyott ránk, a példabeszédek több fejezete is az ő nevéhez kötődik, ő egy sikeres ember volt, úgyhogy érdemes odafigyelni arra, hogy mit tanácsolt nekünk, hogy milyen örökséget hagyott ránk, ő nem más, mint Bölcs Salamon, a király Dávidnak a fia. Ezt írja. Ezek Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának bölcsmondásai. Általuk ismerheted meg a bölcsességet, helyreigazítanak és tanácsolnak téged, segítenek megérteni a bölcs tanításokat, segítenek kiigazítani téged, hogy bölcs legyél, megtanítanak helyesen cselekedni, igazságosnak lenni és becsületesen élni. Az oktalan embert eszessé, a fiatalokat is előrelátóvá, és megfontoltá teszik. Még a bölcsek is gyarapíthatják tudásukat, ha megszívdelik. Még az értelmeseknek is segíthet, segítséget kaphatnak, hogy megérthessék a bölcsek rejtett értelmű mondásait, példázatait és hasonlatait. Az örökké való tisztelni és félni ez a bölcsesség forrása és kezdete. Csak az öntelt ostobák gyűlölik a bölcsességet és vetik meg a figyelmeztetést. Tehát azt mondja nekünk ez a hihetetlenül bölcs ember, hogy az örökké való tisztelni és félni ez a bölcsesség forrása és a kezdete. Érdemes megfontolni az ő tanácsát, és végig gondolni azt, hogy te a bölcsességet honnan meríted. Ki az a személy az életedben, aki a legmeghatározóbb, ki az, akitől függsz, ki az, akiben bízol, és érdemes megfontolni, hogy minden értelem ott kezdődik, hogy ezzel az örökkévaló Istennel egy ilyen függőségi viszonyba kerülsz, bízol benne, meghallgatod a tanácsait és mersz rá hagyatkozni. Köszönöm, hogy meghallgattál.